Sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit, ismét röplabda mérkőzéssel jelentkezünk. Ezúttal a Teva Gödöllői Röplabda Klub ellenfele a Szlovák Slavia Ekonomika Univerzita Bratislava, azaz egy pozsonyi együttes. Két pozsonyi csapat játszik egyébként a Közép-Európa Ligában idén. Ők az erősebbik. A gyengébbik otthonában épp az előző fordulóban szenvedett sajnos vereséget csapatunk. Reméljük, hogy most sikerül egy picit javítani ezen a mérlegen. Bár megmondom őszintén, csak a legvérmesebb reményeinkben számítunk arra, hogy esetleg ezt a mérkőzést megnyeri a gödöllői csapat, de természetesen nem adjuk fel, és hát a remény hal meg utoljára. A helyi műsor közlő köszönti a két csapatot. A gödöllőieknél mindenki egészséges, mindenki hadrafogható, így Ludwig Zsoltnak nincsenek problémái, de úgy látom, hogy a szlovák együttes is a legerősebb összeállításával érkezett ide Gödöllőre, legalábbis a nevekből erre következtetek. A mérkőzés játékvezetői Horvátországból érkeztek, mindjárt megismerhetjük őket is. Az első játékvezető Bojan Bardic, segítője pedig Bruno Muha. A két vonalbíró természetesen ezúttal is magyar, Hanuska Gergely és Vári Péter egyébként. És itt jönnek, róluk beszéltem az imént. A pozsonyi csapat egyébként a tabellán a második helyet foglalja el, és abszolút harcban van a végső győzelemért. Csupán két vereségük van, a Post Svehát és a Maribor tudta legyőzni a Slavia Bratislava együttesét. Na nézzük, hogy milyen összeállításban kezdenek a csapatok. A szlovákoknál az átlag életkor egy picit alacsonyabb, mint a gödöllőieknél. Itt láthatjuk őket. Miroslava Kuciakova 1-essel, 5-össel Erika Szalanicova, 7-essel egy ismerős arc, akiről majd beszélek, számomra ismerős, Simona Kosova, 8-assal Andrea Snopkova, 9-essel Nina Herelova, és a libero 14-essel Terézia Hincellerová. És következnek a hazai játékosok. Krige Léva, a csapat irányítója lép a pályára. Érkezik 4-essel Molnár Németh Zsuzsanna. Most már kezdem megszokni ezt a nevét Zsuzsinak. Hatl Szilvia kezd ezúttal center pozícióban. Szakmári Gréti, nyitásfogadó négyesütő, és érkezik a csapatkapitány Széles Petra, majd 14-essel a másik Petra Csengeri, a csapat liberója pedig Lékó Lilla. Ludwig Zsoltot már említettem, a csapat edzőjét, segítője Szalai Attila. Megmondom őszintén, én nagy várakozással tekintek a mérkőzés elé. A lányok jó formában vannak, reméljük, hogy meglátszik ez majd az eredményen is. A vendégek kezdik a találkozót. Hak Szilvi készülődik. Hazai pályán talán először kezdő, ha emlékeim nem csalnak. Akkor kezdetét veheti a találkozó. A Teva Gödöllői Röplabda Klub és a Slavia UK Bratislava között Hakl Szilvi támadása. Egy ejtés, visszatámadnak a szlovákok. Sikerül megmenteni, Kriegel teszi át alkarral. Ez egy könnyű akció lehet szlovák részről. Meg is szerzik a mérkőzés első pontját. 1-0 tehát a szlovákoknak. Szakmári fogja, a Csengeri a szélén, a blokkról megpattan a labda. Hak készít elő, Molnár Németh Zsuzsanna outra üti, de hozzáért.
valaki. Így egy-egy a mérkőzés állás. Németh Zsuzsi mehet nyitni. A szokásos szervája mintegy 5 méterre, 6-ra az alapvonaltól. Nehezen tudnak ebből visszatámadni. Ismét Halkő Szilvi készít elő, miután Krígel Évi védekezett. Nem tudják kiszedni a hálóból. 2-1-re vezet most már a Gödöllő. Remek kezdés egyenlőre. Koszova középen, a szlovákoknál egy fiatal játékos. Jó a sánc, nem ért hozzá a sánc. Hálóról pattant ki a labda, ez azt jelenti, hogy 3-1-re vezet a gödöllői csapat. Egyelőre váratlan kezdés, talán a pozsonyiak sem számítottak erre. Jól zár a kettős blokk, hátul nem sikerül megfogni a Németh Zsuzsinak. Így jöhetnek a szlovákok 3-2-nél. 5-ös a nyitó sarokban, nyitó zónában Erika Szaláncióvá. A nyitása nem rossz. Csengeri. Fogják az ütését, de fölpattan a plafonra. Így megvan a negyedik gödöllői pont is. Széles érkezik vissza a pályára, ez azt jelenti, hogy Halkő Szilvi fog szerválni. És jó a blokk. Széles Petra Koszova útját állta, megszerezve ezzel az 5. gödöllői pontot. Na, alakul ez a kezdés. Ismét Szilvi fog szerválni. Elpattan a nyitása. 6-2 villámrajtot vesznek a gödöllői lányok. Na, lehet ebből valami. Jó a nyitás fogadás, a kettős blokkon át verekszi magát, valahogy a labda a Szilvi előtt pedig lepattan. Szépítenek a szlovákok, 6-3. Koszova a nyitózónában, egylábas felugrásból indítja útjára a labdát, Csengeri csak átpörgetni tudja. Hátulról érkeznek, illetve a kettes helyről a feladó mögül támadnak a vendégek, és 2 pontra zárkóznak. Most egy picit összekapta magát a pozsonyi együttes. Egy bombaütés, bravo Gréti! 7-4, Szakmári Gréti nagyon szépen ütötte el keresztbe a labdát, menthetetlen volt. Csengeri nyitása sajnos hosszú. Egy jó méterrel csúszott túl az alapvonalom. 7-5 ezzel, de minden esetre biztatóan kezdi a találkozót Ludwig Zsolt együttese. A gödöllő jelenleg a 7. helyen áll bajnokságban. Egy hosszú nyitás után 8-5-nél mehetnek pihenőre a csapatok. Ludwig Zsolt látja el tanácsokkal és különböző instrukciókkal a játékosokat. Ha ezt a ritmust, ezt a lendületet tudják tovább folytatni, akkor abszolút partiban lehet a gödöllői csapat egészen a mérkőzés végéig. A szlovákok szerintem nem számítottak ilyen nagy ellenállásra, de legyen ez az ő bajuk. 8-5-nél, tehát 3 pontos gödöllői előnyből folytatódhat a találkozó, és nagyon jó lenne megcsípni az első játszmát, azaz jelezni a gödöllői lányok erejét és akaratát, és lehetséges, hogy meg lehet lepni egy picit a szlovákokat. Ha megvan az első játszma, onnan pedig a pontszerzés már karnyújtásnyira lehet.
Szakmári szervál, egész jól, valahogy visszahozzák a szlovákok. Németh Zsuzsi. Sáncolják, ismét ő próbálkozhat, ezúttal okosan egy pörgetéssel. Kezdődhet előről az akció, Kriegel Évi ezúttal szélest választja. Kipattan a labda a Sáncról, illetve a védekező kezekről. Így megvan a 9. gödöllői pont is. Reméljük Németh Zsuzsinak nem a válla fáj. A képek tanúsága alapján erre tudok következtetni. Ezúttal lenyelik a nyitást a szlovákok. 10-5. Duplázzuk a különbséget. Szakmári marad nyitó zónában. A szlovákok pedig egyelőre nehezen birkóznak meg a gödöllői nyitásokkal. Talán a nyitásfogadás az, amiben javulniuk kellene. Láthattuk ezt most is. Ez sem sikerült túl fényesen. Németh Zsuzsi ütését viszont visszahozzák. Széles pedig finoman egy nőies, könnyed mozdulattal szerez pontot. Ez már a 11. Időt is kérnek a szlovákok. 11-5-re vezet a gödöllői röplabdaklub csapata. Nem csoda, hogy időt kérnek. Elég higgadtan magyaráz ennek ellenére, bár dinamikus karjeleket is alkalmaz a szlovák edző. Martin Hancsiknak hívják az úriembert. Ezúttal ő van bajban, Ludwig Zsolt lehet a nyugodtabb. Szakmári folytathatja nyitás sorozatát. Ezúttal sem tudnak vele megbirkózni. 12-5. És csak annyit kell tennünk, hogy átszerválunk. A nyitás és a nyitásfogadás. A két kritikus elem a röplabdázásban, hiszen ezzel kezdődik a labdamenet. A nyitó oldalon természetesen a nyitással, de a túloldalon az első labdaérintés, az a nyitásfogadás. És hogyha ezek nem sikerülnek, akkor bajban van az a csapat, amelyik nem tud megbirkózni ezzel a technikai elemmel. Ezúttal most sikerült a nyitásfogadás szlovák oldalon, és a gödöllői visszatámadás után végül is a szlovákok szereztek pontot, 12-6 ezzel. Lékófogadás ezúttal jó, Csengeri jön dinamikusan a hátsó sorból, egy picit talán túl közel volt a labda a hálóhoz, ezzel 5 pontra zárkóznak a szlovákok. Ne engedjük őket közelebb, mert akkor bajba lehetünk a végén. Németh Zsuzsi 4-es helyről letakarják őt. Könnyű helyzetben volt a szlovák blokk, útját is állták a labdának. 12-8. És egy érintéshiba Kriegel Évinél. Ezúttal most a szlovákok szereznek egymás után 4 pontot. Ludwig Zsolt azonnal időt is kér, megpróbálja megtörni egy kicsit az ellenfél ritmusát, nehogy nagyon lendületbe jöjjenek, és a végén még idő előtt utolérjék a hazai csapatot. Nyugtatja a lányokat Ludwig. Lassú, türelmes, ám de pontos fegyelmezett játékra kéri őket. A pálya munkások kényelmesen végeztek a dolgukkal, feltörölték a támadó zónát, és folytatódhat a mérkőzés. A játékvezető egyelőre úgy gondolom, hogy hibátlanul dolgozik. A nyitást megfogjuk, Évi csak alkarral tud föladni. A szlovák visszatámadás pedig hosszú. Na, jól van, sikerült kizökkenteni őket. Ludwig Zsolt remek ütemben kért időt. És Széles Petra érkezik.
a nyitó zónába, aki felugrásos nyitásával próbálkozhat, amit reméljük nehezen fogadnak majd a szlovákok. Hát ezt a nyitást nem is tudták fogadni, hiszen elakadt a hálóban. A szlovákok folytathatják. Nina Herelova. Szépen tartja meg Krieger Évi a labdát. Ez pedig leesik Németh Zsuzsi elé. Ezzel 2 pontra zárkóznak a szlovákok. A nyitás rossz fogadása után sajnos ismét egyel közelebb kerülnek a vizitálók. Most egy picit megtört a lányok lendülete, 13-12. Németh Zsuzsinak nagyon szűk ez a labda, rá is nyúlnak nagyon agresszíven a szlovákok. És 13-nál rossz hírem van, utolérnek bennünket. Kezdődhet előről tulajdonképpen a játszma. 7 ponttal is vezetett a gödöllői társaság 12-5-nél, majd onnan a szlovákok magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és nézzük, hogy most kiszerez vezetés, de a vezetés nem adjuk ki a kezünkből, ez nagyon fontos. 14-13, Németh Zsuzsit nem tudták blokkolni. Ez most lélektani volt ez a pont. Nem nekünk kell futni az eredmény után, hanem továbbra is a szlovákoknak. Jó a gödöllői sánc. Németh Zsuzsi ezúttal jól védekezik. Érkezik Csengeri helyett Szakmári hátulról, és be is üti a szlovák liberó elé. 15-13. Na, ez most nagyon kellett ez a 2 pont. Egy picit talán megnyugodhat a társaság. Krieger Évi nyitását nem is tudják fogni. 16-13-nál következhet a második technikai idő a mérkőzésen. 8-5-nél 3 pontos vezetéssel zártuk az első etapot. Most szintén 3 pont a különbség a két csapat között. Csak hát közben volt 7 is, illetve volt döntetlen is. A játszmák végjátékára nagyon figyelnie kell a gödöllői társaságnak, hiszen az utóbbi időben ez nem nagyon jött össze. Az előző mérkőzésen 5-6-7 pontos előnyből is sikerült visszaengedni az ellenfelet, és sajnos Pozsonyban a gyengébbiknek vélt pozsonyi csapat ilyen hátrányból tudott fordítani, és végül is 3-0-ra megnyerte a mérkőzést, úgyhogy a gödöllői csapatnak 5 játszmalabdája is volt. Reméljük, ez most itt nem fog előfordulni, és Krieger Évi nyitásaival továbbra is meggyűlik a bajuk a szlovákoknak. Ezúttal Koszova érkezik, és nagyon szépen, higgadtan ráüti a blokkra, ahonnan a szélesen pattan vissza, így 16-14. És jöhetnek a szlovákok. Szakmári szépen fogadja, Krieger Évi készít elő, Csengeri. Támadnak vissza a szlovákok, ismét Krieger, Hakl a labda útja, Németh Zsuzsi leesik, nem érnek oda, 17-14. Németh Zsuzsi egyelőre nagyon hasznosan, jól játszik ezen a mai mérkőzésen. Reméljük ugyanígy folytatja, ő szerválhat. Sajnos elakad a labdája. Így van ez, hogy amikor dicsérek egy játékost, akkor utána elkövet egy hibát, úgyhogy ígérem, hogy többet nem teszek ilyet. A szlovákoknál jöhet Erika Szalanicová. Réko Lilla fogadásával megbirkózik végül is Krieger Évi, és Hakl támadása után mehet tovább a labda. Ismét nálunk Szakmári szépen, okosan a blokk fölött eltekeri. Ismét 3 pont a különbség. 18-nál járunk, 7 pontra az első játszma megnyerésétől.
most kell higgadtan, lányok. Halköszi jövél. Ezt benéztük. A labda bent volt. A pont a szlovákoké. Szilvi túlságosan a pálya közepe felé húzódott, és mellette jól vette észre a rést a szlovák középjátékos. Aki most szerválhat. Csengeri labdájába ügyetlenül kapnak bele a vendégek. Ezt most megköszönhetjük. 19-16. Tartjuk a három pontos különbséget már 16-13 óta. Jó lenne növelni egy picit, csak egyel. Kettes helyről támadnak vissza, ellenállhatatlanul. Nagyon jól csinálják ezt a pozsonyiak. Egyelőre ennek nem nagyon találjuk az ellenszerét. A csapatkapitány Antónia Golitkova nagyon szépen termeli a pontokat. És jó a nyitása is, egyből visszapattan a szlovákokhoz, akik támadhatnak. És egy szokatlan hibát, hogy úgy fogalmazok, ügyetlenséget láttunk. Ezen a szinten ilyen azért nem szokott előfordulni, de nyilván nagy a tét, nagy az izgalom. Ezzel már 20-17 nekünk, a szlovákok hibáját kihasználva. És ismét rossz nyitásfogadás vendégoldalon. Lehet visszatámadni, Krigelévi ezúttal nem tudta meglepni az ellenfelet ezzel a megoldással. Egy picit elhamarkodott volt. Úgyhogy ismét két pont a két csapat között. Talán most ezt jobban meg kellett volna becsülni ezt a labdát. Könnyen fogja Szakmári ezt a labdát. Németh Zsuzsi beüti. Hát igen, ezért van nagyon fontos szerepe a nyitásfogadásnak. Pontos fogadás után jó előkészítésből remekül támadtunk vissza. 21-18. Három a különbség, négyre vagyunk a végétől. Ez meg lehet. Széles. Ezúttal jó a nyitása, de meg is fogják a szlovákok. Remekül védekezünk. Visszakerül a labda a vendégekhez. Ismét jó a blokk, és bent van. 22-18. Na végre, azon az oldalon sáncoltunk egyet, ez nagyon kellett. Nem akartam elkiabálni, de nem is kell elkiabálnom, hiszen időt kér a szlovák edző. Benne volt a levegőben, hogy lassan pihenőre kell hívnia a csapatát, hiszen a végjáték elérkezett, 20 fölött van a Gödöllői Társaság, és a szlovákok 4 pontra lemaradva. Krigel Évának tart egy kis eligazítást Ludwig Zsolt. Mikor kinek adja, milyen szituációból, hova. Összpontosítsa a támadást. Reméljük, hogy megértette. Széles készülődik neki a szervának. Magasan fölpattan a labda. Ezt könnyedén hozzuk vissza. És most Németh Zsuzsi. Megfogják a szlovákok. Jöhetünk vissza. Csengeri. Széles későn reagál. 22-19. És érkezik vissza Koszova a túloldalon. 9-essel pedig Nina Herelova nyithat. Szóval ejtését nem tudja megfogni Lékó. Nagyon okosan, nagyon hasznosan játszik a szlovák center. 22-20. És Ludwig is kikéri az idejét másodszor. 22-20-nál. Hát minimálisra csökkent a különbség. De ezzel még lehet játszmát nyerni. 22-20 az eredmény. És a Gödöllői B közép
türelmesen várja a végjátékot. Reméljük, hogy ők is beleerősítenek. És ez a lányokra is jó hatással lesz. Na nézzük! Német, Csengeri, Szakmári és Lékó van itt hátul. Közülük Csengeri Petra az, aki nem fogad nyitást. De nem is kell nyitást fogadni, mert elrontják a szlovákok. Ludwig Zsolt mind a két időkérése remek véget ért, hiszen mind a kétszer hibára késztette a szlovák csapatot, akik ezúttal a cseréhez folyamodnak. Krigel Évi fog szerválni. Hosszasan készülődik Krigel. Fogják a szerváját, négyes helyről jönnek vissza, Lékó fogja meg. Ez most nagyon fontos pont, Németh Zsuzsi, és beüti. 24-20. Egy pontra a játszma megnyerésétől, ez fantasztikus hír, és nagyon nagy eredmény lenne, hogyha tabella második helyén álló szlovák csapattal szemben nyernénk egy szettet, de egyelőre ez még várat magára, 24-21. Meg kell fogni, csajok. Három ütőnk van elől, Évi hátsó soros, így rengeteg variációs lehetőség adódik támadásban, de először meg kell fogni a nyitást, a hálóról megpattanó labda lelassul, és végül is Lékó Lilla elé a talajra esik. 24-22. Ludwig Zsortnak nincs több ideje. Cserélni viszont még nem cserélt. Ezúttal jó a nyitásfogadás, illetve hát jobb, mint az előbb. Csengeri támad. Fogják a szlovákok, akik másodikra visszateszik, és a hátul üresen tátongó térfélen landol a labda. 24-23. Jaj, de szűk ez, jaj, de szűk, és még egy lehetősége van a lányoknak. És egy nyitásrontással fejeződik be. 1-0-ra vezet a gödöllői csapat a Slavia Ekonomika Bratislava ellen, a tabella második helyén tanyázó csapatával szemben. Nagyon-nagyon jó kezdés. Csak így kell folytatni, lányok, ez kell, hogy egy pici töltést adjon, egy pici pluszt, és ezzel a lendülettel menni tovább. Ezt nem gondoltam volna, megmondom őszintén én sem. 25 perc alatt 25-23-ra legyőztük a szlovákokat. Jaj, de kár, hogy nem lehet itt vége, hiszen egy röplabda mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. És közben már a statisztikát böngészem. Szakmári Gréta 100%-os támadásban, igaz, csak 3 labdát kapott, de mind a 3-at beütötte. 1-0-ra vezet tehát a gödöllői társaság. Maradt a kezdőcsapat gödöllői oldalon. És ha jól látom, akkor a szlovákok sem változtattak. Valóban. És Krigel Zsuzsi kezdi egy ásszal. Krigel Zsuzsi, bocsánatot kérek, Krigel Évi az természetesen, de ez és mit sem von le az ő érdeméből, hogy én elrontom az ő nevét. 1-0-ra vezet a gödöllői csapat a második játszmában is. Krigel Évi második szervájával már egy kicsit könnyebben birkóznak, Haki Szilvi ezúttal lemaradt. Egyenlítenek a szlovákok. Szlovákok azért hatékonyabban támadtak úgy összességében, ennek ellenére rontjuk el ezt a nyitásfogadást, ennek ellenére nyert a gödöllői csapat. Tényleg nüansznyi dolgokon múlt ez, talán statisztikailag nem is lehet kimutatni, hogy miért győzött az egyik csapat és miért vesztett a másik, csupán a legfontosabb statisztika döntött
végül a Gödöllő mellett, hogy ők 25 pontot szereztek, míg a vendégek csak 23-at. De most megpróbál a pozsonyi társaság villámrajtot venni. Visszatámadnak, jó a sáncunk! 3-2. A Bratislavának csupán egy sánca, egy jó sánca volt a második, az első játszmában, nekünk pedig három, tehát ebben azért kettővel jobbak voltunk, lehet, hogy ez az a kettő, ami végül is a mi javunkra döntötte a mérleget, szépen éri el Évi. Gréti támadhat vissza, vonalon lepörgeti. Egy-kétkezes megoldás után jöhet Németh Zsuzsi hátulról, a libero lefüleli, talán a szlovákok is hátulról fognak támadni, igen. Ezt viszont Lékó Lilla kezeli le, Németh Zsuzsi, bocsánat, Csengeri. Ismét jönnek a szlovákok, nagyon jó, és elakad a labda a hálóban. Hosszú labdamenetet nyer a Teva GRC, ezzel 3-3 a mérkőzés állása. Németh Zsuzsi jöhet hátulról. Messziről. Csak alkarral tudják áttenni a labdát. Ismét egy könnyű labda, ezt meg kell becsülni. Hakl ezúttal. Nem jól. Nem is rosszul persze, de a szlovákok oldalán nem esett le a labda. Jönnek vissza a pozsonyiak. Most egy picit pontatlanabb a játék, épp ezért nyúlhat el így egy labdamenet. Ebbe is beleügyetlenkednek. Végül is Szakmári szerzi a pontot. 4-3, ezúttal már a Gödöllő vezet. Még a nyitásrontásokban is döntetlenre állunk. 3-3 volt az első játszmában. Gréti nem tudott eredményesen blokkolni. Ezzel 4-4. Szóval szinte minden mutatóban döntetlen az első játszma. De röplabdában nincsen döntetlen. Így 1-0-ra vezet a gödöllői csapat. Lékó fogja meg, ez még talán menthető, de Évi nem ért oda. Túl meredeken pattant az a labda. 5-4 a szlovákoknak. Koszova jól játszik. Pillanatra rá is. Nézek, 80%-kal támad. 5-ből 4 labdát megoldott. Hakl Szilvi ezúttal a blokkba üti, és utána autra pattam vissza a labda, egy szerencsés ponttal egyenlítünk. Bocsánat, 6-4-re vezetünk. Hatú szervája. És ez viszony az alacsony mennyezethez. Hát relatív minden, ugye röplabdás szemmel alacsony mennyezethez hozzáért ez a labda. 6-5. Fej-fej mellett a csapatok, abszolút érződik a feszültség mindkét oldalon. Ez egy jó meccs. Ilyen meccseket kell, hogy lássunk. 7-5-re ezzel a ponttal ellépnek a szlovákok. Picit belekavarodtam most az eredménybe, tehát 7-5 a szlovákok. Egy kézzel megtartja, milyen szépen! Ez egy nagyon szép megoldás volt. Ezzel 8-5, ugyanennyi volt az eredmény az előző játszmában is. Akkor sajnos, illetve most sajnos a szlovákok vezetnek, akkor mi vezettünk. Tehát egyelőre fordított előjelű ez a játszma, reméljük, hogy nem így folytatódik. Frissítenek a gödöllőiek, a szlovákok pedig szintén mi más csinálhatnának. 8-5-re vezet tehát
a vendégcsapat, ami jelenleg a Slavia Ekonomika Bratislava Pozsonyból. Reméljük, hogy ez a pihenő ezúttal a gödöllőieknek tesz jót, és a szlovákok ritmusát töri meg. A játékvezetőre nem lehet panasz a mai napon. Koszová érkezik. Léko fogja a szerváját, széles, ezúttal betakarják, de visszamegy a labda. Micsoda mezőny munka volt ez. Jöhetnek ismét a szlovákok. Krigelévi, Szakmári beüti a blokk közepébe. Így sajnos megszerzi a 9. pontját a vendég együttes. Pedig milyen szépen hozták vissza ott a lányok. Széles támadása után a labdát, amit leblokkoltak. Széles Petra ezúttal megoldja. Nagyon szépen a blokk mellett elütve. 9-6-ra zárkózik a gödöllői csapat, aki 1-0-ra vezet a mérkőzésen. Krieger Szakmáriért széles beszélik meg a következő figurát. Mindeközben Csengeri indítja útjára a labdát. Egy előkészítés alkarral. Német Zsuzsi fogja. Egy kis kommunikációs hiba. Majd egy jó széles blokk, és visszajönnek. Egy pillanatra megálltak a mieink, remélve valami játékvezetői ítéletet, ami mellettük szól, de nem sípolt egyik játékvezető sem. 10-6 ezzel az állás. Krigel, Csengeri, Szakmári, bocsánat, outra üti a labdát. Ez már egy figura volt. Most nem jött be. Egy kicsit beljebb kapta a labdát Gréti. De sajnos egy kicsit kijebb ütötte, mint ahogy kellett volna. Petra beüti. Mégpedig a széles. Közül 11, 7 és 11-essel Szakmári szerválhat, reméljük hetet egymás után. Az első nem rossz. Olyannyira, hogy egy ász. 11-8. Éles Krigel és Németh Zsuzsi a képen, ők vannak most az első sorban a gödöllőieknél. Ez a szerva viszont hosszú, így 12-8 a mérkőzés állása. Eddig szinte kísértetiesen hasonlít az első játszma eredményére. Bár 12-nél már a gödöllőiek 7-tel vezettek ezúttal, ilyen nagy különbség nem alakult ki a két csapat között. Németh Zsuzsi átgyötri a blokkon azt a labdát. 12-9. Egy picit a nyitásunkon javítani kellene, hogy a szlovákok elbizonytalanodjanak nyitásfogadásban. Mondjuk valahogy így. Egy jó blokk. És bent volt. Innen úgy tűnt, hogy kicsúszott, de bent volt, a játékvezető ott volt, akció közelben. Így 12-10-re jövünk fel. Na. Jaj, de messze még a vége, széles. És milyen messze volt ez a szerva az alapvonaltól. 13-10. Ennyi is volt az eredmény az első játszmában. Gréti fogja a labdát, majd Rakli Szilvi próbálkozhatott támadással, leért Szakmári. Milyen szépen az viszont beesett. Szakmári nagyon szépen alácsúsztatta a
labda alá a kezét. De mivel mindenki előre húzódott, a pálya hátsó része teljesen üres maradt. Itt pedig a szlovákok, kiváló centere Kosova képen. Német fogadása után hátulról, egy lábról Csengeri. Hát nem hiszem, hogy így akarták. A hálóról szerencsésen megpattanó labda végül is behullott a szlovák oldalra. 14-11. Léko fogja, visszahozzuk még. Német Zsuzsi pörgeti le. Itt a labda, be lehet fejezni. Paku Szilvi. 14-12. Ezúttal lenyelik a nyitást. Na, ezek kellenek. Erről beszéltem, hogy egy picit elbizonytalanítsuk őket. 14-13-ra jövünk föl, és most lehetne elindulni. Most lehetne átvenni a vezetést. 14-13, ennyi is volt az előző játszmában fordított előjellel. Ezúttal nem sikerül, a blokk egy picit távol maradt Szilvia hálótól. 15-13. Na most, ne hagyjuk azt, ami nekünk sikerült az első játszmában ilyenkor. Nevezetesen a 3 pontos különbség kiharcolása. Kriegel, Hakl adja föl. Sajnos bent volt Csengerit. Betakarták. Így 16-13, 16-16. Tükörképe a második játszma az elsőnek. Reméljük a végén ezen a tükörképen sikerül egy picit torzítani. Mi legalábbis ezt szeretnénk. A gödöllői cserejátékosok mozgásban tartják magukat. Hegedűs, Háfra, Merkowski, Luther és Kriegel, Zsófi. Azok, akik várják, hogy Ludwig Zsolt bevesse őket. 3 pontos előnnyel várhatja a folytatást tehát a pozsonyi csapat. 16-13, ahogyan azt a kézi eredményjelzőn is láthatják. Fel lehet innen állni, hiszen ez nem olyan nagy különbség, hogy ne tudná egy csapat 2-3 pillanat alatt ezt ledolgozni. Ehhez persze kell a stabil nyitásfogadás. A játékvezető is egy picit elgémberedett, már bemozgatja a vállait, és akkor folytatódhat a találkozó a technikai pihenő után, mégpedig egy, nincs még vége a mondatnak, egy gödöllői ponttal, jól van, 16-14. Szépen megoldottuk ezt, kell a folytatás. 2 pont a különbség a két csapat között, a legszorosabb két játszmát láthatjuk itt hosszú idő óta, és a csapatkapitány ezúttal lenyeli Németh Zsuzsi nyitását. 15-16-ra módosul ezzel az állás hazai szemszögből. Nagyon fontos lenne itt a végjáték, egy-két ász, egy-két könnyebb pont Németh Zsuzsi hátulról. Koszovának nem jó, csak a széléről tudnak, és most ütésben javít a csapatkapitány. Golitkova az előző nyitásfogadás hibáját tette jóvá. 17-15 a szlovákoknak. És egy nagyon rossz szerva. De nagyon jókor a mi szemszögünkből. 1 pontra közelítjük meg a Bratislava együttesét, az erősebbik pozsonyi csapat együttesét. Pozsonyi csapatot, bocsánat. Szépen fogja Hakl vonalon. Majd egy átpörgetett labda, a feladó megtartja. Egy ejtéssel próbálkoznak, visszanyúl Széles Petra. Pedig Évi jött mögötte.
Lehet, hogy meg lett volna 10. Bocsánat, csak közben itt a statisztikára rápillantottam ászok tekintetében. Egyelőre még jobban állunk. Léko fogja. Szakmári Gréti hosszan elbelekapnak valahogy. És sajnos egy átlépés. Krigel Évi lépett át a középvonalon a háló alatt, ez szabálytalan, amennyiben a láb teljesen az ellentérfélben van. Ezúttal ez az eset fordult elő. Ezzel már 19-16. És hogyha másoljuk az előző játszmát, akkor most a 17. pont következik, de nem. 20-16. A második játszmában, amikor Ludwig Zsolt kikéri az idejét. 4 pont a különbség a két csapat között. Most kellene egy picit megnyugodni, összeszedni a gondolatokat, és egy óriási hajrát indítani, hiszen 1-0-ás előnyben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nyertünk már egy játszmát, a szlovákok viszont még nem, tehát nekik sokkal fontosabb, hogy ezt megnyerjék. Picit lehetünk mi nyugodtabbak annak ellenére, hogy 4 ponttal a vendéglátók vezetnek. Sajnos meglehetősen foghíjas ezúttal is a lelátó. Amennyiben tetszik önöknek a mérkőzés, hogy kedvet kaptak egy kis sport élményhez, akkor látogassanak ki a Szent István Egyetem torna csarnokába, sportcsarnokába, ahol élőben tekinthetik meg a Tevagödöllői Röplabda Klub csapatát. És ilyen ütéseket láthatnak Szakmári Grétától például. 20-17. Jót tett az időkérés ezúttal is. Szépen fejezte be Gréti. És egy csere következik Gödöllői oldalon. Luther Liza érkezik Csengeri Petra helyére. Szerválni. És lehetséges, hogy ő jön utána majd előkészíteni is, hiszen ő a csapat másik feladója. Liza szervája. Out. Rosszkor. Ez most rosszkor történt. Sosem jön jókor egy hiba. 21-17. 4 pont a különbség a két csapat között, és 4-re vannak a vendéglát, vagy a vendégek a játszmagyőzelemtől, az egyenlítéstől, de nem hagyjuk, hogy ilyen könnyen menjen nekik. 21-18. Rá kell kapcsolni, és a szlovákok is cserélnek, mégpedig kettős csere. A feladót és a feladó átlót cseréli le a vendégedző. És hatossal a párán Jaroslava Smatanikova fogja irányítani a pozsonyi együttest. Szakmári szervája után teheti ezt meg. A nyitásfogadás nem túl kedvező. Németh Zsuzsi a blokkról, a szlovákoknál marad a labda. Érkezik a feladó, és a mi blokkunkról viszont outra pattan. Ez azt jelenti, hogy 22-18-ra elhúznak, ellépnek a szlovákok. 4 pontos különbségnél nagyobb ebben a játszmában még nem volt. Ludwig Zsolt kikéri a második idejét. Kénytelen volt meghúzni ezt, hiszen 4 pontos távolságba került a vendégcsapat. Tanács rányúlni blokkban. Igen, ezt magyarázza Ludwig, hogy egy picit legyünk agresszívak a sánc munkánkkal. És ne engedjük, hogy a labda egyáltalán átjöjjön a mi térfelünkre. Ott meg kell állítani szlovák oldalon. Abból nagy baj nem lehet. A figura megvan. Krigel Évi jelezte a társaknak, hogy minden világos. Léko, de nem ő készít elő, hanem ő üti be.
Luther Liza jött az, aki előkészített, és Krieg-Lévi bal kezével suhintott egyet, ezzel megszerezve a 19. gödöllői pontot. No, a szlovákok még nem kértek időt ebben a játszmában. Reméljük eljön ennek is az ideje, mert az azt jelenteni, hogy zárkózunk, de nem. 23-19. Nagyon közeleg az egyenlítés, de még mindig nincs vége a játszmának. Nagyon jó lenne, hogyha még nem lenne vége. Egy hamar. Ajjajajajaj, micsoda szerencsés pont, de nagyon kellett ez most. Hát, ha ez egy picit feldobja a lányokat, a hálóról át bánszorgott, át gurult az a labda a túloldalra. 23-20, érkezik vissza első sorba Csengeri. Luther Liza helyett, és Krieg-Lévi szerválhat. Koszova, megfogjuk, nagyon kellett most ez, Németh Zsuzsi. Nincs hiba a szlovák oldalon, nem tudnak ejteni, csak ejteni. Csengeri teszi vissza. Így kell átnyúlni. Na, ez az. 23-21, és szerintem érkezni fog a szlovák időkérés. Pontosan, ahogyan azt megjósoltam, hát meg kell mondjam, nem kell hozzá nagy jós tehetség, hiszen egymás után 3 pontot szerzett a gödöllői csapat. Csak 2-t előre. De reméljük, hogy sikerül megszerezni mindjárt a harmadikat is. Már előre rohantam. A lényeg az, hogy 23-21, tehát 2 pontra zárkózott föl a Teva GRC csapata. Izgalmas végjáték lesz. Izgalmas volt az első játszma is. Ott 24-20-ra is vezettünk 23-20 után, amikor fölengedtük magunkra egy picit a szlovákokat, akik végül is 23-ig jöttek. Most 23-21 az eredmény. Krieg-el tartja meg, és egy jó befejezés Németh Zsuzsitól. 23-22. Éledezik a remény. Németh Zsuzsi fejezte be. A nyitás. Jó a nyitás, meg lehet fogni. Kettős az érintés. Egyenlít a gödöllő 23-nál. 23-19 után egyenlít a gödöllői csapat, és utoléri ellenfelét. Hát erről a játszmáról is 2 pont fog dönteni. De kinek a javára? Krieg-el. Krieg-el szerváját fogják a szlovákok. Kellene egy jó blokk, Léko, Németh Zsuzsi, ezúttal szélesen üti, picit megremegett a keze, játszmalabdához jut ezzel a Bratislava, és egyenlíthet a mérkőzésen. A szerva hosszúnak tűnt, ingyen labda a szlovákoknál, Koszova nem kapja, a csapatkapitány fölpattan. Ja Istenem, 25-23-ra megnyeri a játszmát a Bratislava együttese. Ezzel kiegyenlíti a mérkőzés állást. És 1-1. Innen folytatódhat hamarosan a találkozó. Reméljük egy picit jobban. Valahogy úgy, ahogy az első játszmában. Úgy kellene folytatni, minden esély megvan erre. Egy-egyes mérkőzés állásról folytatódhat tehát a mérkőzés. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen játszik a gödöllői csapat. Itt a második játszmában egy picit jobban koncentráltak a végén. A jóval esélyesebb pozsonyiak, ahogyan azt már mondtam. A kíváncsian várjuk a folytatást. 1-1. Ebből még bármi lehet, akár egy pontszerzés is. De legyenek merészebb álmaink.
akár 3 pontot is lehet szerezni ezen a mérkőzésen. Léko fogad, Kriegel, Hatl Szilvi szépen csinálja meg. Közben itt rápillantok a statisztikára egy pillanatra. És azt látom, hogy egy kicsit jobb százalékban támadnak a szlovákok, talán ezen kellene javítani. Jó német szervája, centerből szépen támadnak vissza. A 92-es születésű Koszová, ahogy említettem, ő már megjárta az ifjúsági Európa-bajnokságot csapatával, sőt a világbajnokságra is kijutott ez a korosztály Szlovákiában. Ez a blokk remek, sajnos ennek nem mi örülünk. Szakmári nem tudott túljárni a szlovákok eszén. Ezzel tehát 2-1 a második játszma, harmadik játszma elején. Ez hosszúnak tűnik. Nem volt az, német pöcköli át alkarral. Jöhetnek a szlovákok egy ejtéssel. Nagyon szépen fogjuk. Átcsorog. Hatl készít elő. Csengeri autra üti. Itt most figyelni kellene a játszma elejére, valószínűleg sokat kivett a lányokból ez az előző végjáték, és hát ugye az első játszma, hiszen minimális különbség alakult ki az első és a második játékrész során is. Ezúttal is betakarják Csengeri. Csengerinek fel kell javulnia hatékonyságban, rengeteg labdát kapott, 2 szett alatt 17 támadása volt, és mindösszesen 5-öt váltott ebből pontra, 29%-kal támadott eddig Csengeri Petra, ezen mindenképp javítanunk kell. Aki egyébként a legjobb százalékkal dolgozik nálunk ebben a játékelemben, a Széles Petra 75%-a, 4 akcióból 3-at pontra váltott. Nem véletlen, hogy Ludwig Zsolt kikérte az első idejét a harmadik játszmában. Érkeznek vissza a játékosok. Erika Szalánicová fog nyitni a szlovákoknál. Akik abban az esetben, hogyha ezt a mérkőzést megnyerik, megelőzhetik a lista vezető poszt-svehát csapatát. Persze ehhez kellene a svehátiak esetleges botlása vagy pontvesztése. Csengeri pöcköli át. Egy szélső támadás után hálóhoz ér a gödöllői blokk. 5-1-es villámrajtot vesznek a szlovákok a harmadik játszma elején. Meg kellene állítani ahhoz, hogy legyen esélyünk a későbbiekben. Jó a szerva, de Léko remekül fogja. Egy picit csúszott át a túloldalra. Ismét Koszová a pontszerző. Koszová is remeg százalékkal, 67%-kal dolgozik. Támadásban Hakl teszi át, lefülelték. Csengeri ajándéklabdát ad a vendégeknek, középről jönnek. És sajnos ez elakad a plafonban. A kis pöckölős játéknak az lett az eredménye, hogy gödöllői oldalon plafont ért a játékszer. Közben Tunyogi Dominika Csenge törölte meg a pályát a gödöllői oldalon. A 11 éves ifjonc tehetség. És Szakmárit nyitják. Nem tudja megfogni ezeket a labdákat most ebben a játék részben. Szakmári Gréti 8-1. Ez kezd kritikus lenni, mondhatnám kínos. Akkor a különbség még nem is volt a mérkőzés során, ugye a két csapat között. Közben rápillantok ismét a statisztikára, hogy
Szakmári Gréti, aki egyébként a összesített rangsorban a nyitásfogadás játékelemben viszonylag előkelő helyet foglal el. Ezen valószínűleg a mai napon nem fog tudni javítani, hiszen két játszma alapján 36%-kal fogadott csupán. És hát most itt a harmadik játszma elején kapja bőven a nyitásokat, és egyelőre nem túl jó arányjal birkózik meg velük. Reméljük, hogy ez javulni fog. Minden esetre a mérkőzés nem rossz, mondhatni egészen jó, hiszen valljuk meg, nem feltétlen erre számított mindenki, persze bízunk a jó szereplésbe itt hazai pályán, de ennél gyengébb csapatok is jártak már itt, és nem tudtunk ellenük győzelmet aratni. Most abszolút megvan a gödöllői csapat esélye két játszma alapján, és most elindul talán Szakmári egy szép okos labdát, láthattunk tőle egy jó megoldást, lepörgette párhuzamosan a hálóval, éles keresztbe, ezzel megszerezve a második gödöllői pontot. Haku Szilvi szervája nem rossz, a szlovákok vissza tudnak támadni. Krígelévi alkarral oldja meg, azt is föl lehet adni. Csengeri pörgeti át. Kiszorított helyzetben a szlovákok, de megoldja. Még egyszer a széléről Csengeri blokja. Remek. Ez kell, lányok, ez kell. Hallható néha a lelátóról. De valóban ezek a pontok kellenek ahhoz, hogy tudjunk most egy kicsit zárkózni. Haku Szilvi jó szervájára szükség van. Nem is rossz. Egyes blokkal szemben. Hát mekkora szerencséjük van. A földön fekvő szlovák játékos hozta ezt vissza. Ezúttal nem tud javítani. Szakmári két jó megoldása rövid időn belül. Azt jelenti, hogy 8-4-re módosul az állás. A szlovákok edzője pedig bosszankodik magában. Martin Hancsik ugyebár. Megvan a labda. Na nézzük. Gréti ezúttal csak átpörgetni tudja. Ez már nincs meg. Koszová. 9-4. De talán most lehet látni először, hogy megmozdult a gödöllői csapat a második játszmában. A harmadik játszmában. Ne haragudjanak. Még mindig a második játszma izmugalmai alatt állok. Egy hosszú szerva. Széles is. Hosszú is. Következhet Csengeri. A Slavia Bratislava, az itt látható pozsonyi csapat egyébként két vereségét a Svehát és a Maribor ellen szenvedte el. Ráadásul a Maribor ellen hazai pályán 3-2-re kaptak ki. Ez a három csapat egyébként, aki nagy harcban áll az első három hely megszerzéséért. Svehát, pozsonyiak, illetve a Maribor, legalábbis az eddigi eredmények alapján. Gödöllői alakulat két csapatot előz meg a tabellán jelenleg. Hát azon dolgozunk, hogy ez jobb legyen. Egy ejtés, nagyon magas, lefülelik. Kis labdamenet alakul ki ebből. Persze ez egy kicsit a pontatlanság miatt történik. Azt nézzük, hogy ki lesz a pontosabb, a higgadtabb a végén. Kellene egy jó blokk. A blokk megvan, de sajnos Petráról, szélesről. Szélesen pattan vissza a labda a szlovák térfél mellé. Így 10-6-ra módosul az állás. Csapatkapitány szervál a vendégek részéről. Egy tempós kis támadás. Nagyon szépen oldotta meg Krieger és Csengeri. 10-7. Visszatért a mérkőzésbe a hazai csapat. Szakmári forog nyitóhelyre. Egyet rontott már, de volt két ásza.
megtartják a szlovákok, meg lehetett volna. Csengeri kezéről pattan el a labda a lelátóra, 11-7 ezzel. Hosszúnak tűnik, jó is. Szakmári Gréti nagyon jól érzékelte a labda ívét. Széles Petra jöhet a szervával. Petra egyébként még nem rontott nyitást a mai mérkőzésen. Ájjajjajjaj, elkiabáltam. Az első rontása megszületett, ezzel 12-8, hát 8-4 óta tartjuk ezt az eredményt. Egy picit meg kellene próbálnunk zárkózni. Nina Herelova nem ront. Kriegel, Hakl, jónak tűnik az ejtés, jó is. Kriegel év indította útjára a labdát, jó a gödöllői blokk. Ismét ott próbálkoznak, ezúttal sikeresen. Léko Lilla nem ért le ezért a labdáért. Németh Zsuzsi átpréseli a szlovák kezek között a labdát. 13-10. Na, most kellene egy pontot csinálnunk, ami azt jelenteni, hogy stabilizáljuk ezt a három pontot. Hiszen ha visszaveszik a nyitást a szlovákok, akkor is csak három lesz közte, az a labda viszont itt van! Szakmári könyörtelen! 13-11. Na, érzik a vérszagot a gödöllői lányok. Németh Zsuzsi szervál. Jónak tűnik! Hát mintegy 20 centivel ment hosszúra ez a szerva. Kár érte. Nehéz helyzetből Csengeri, de megoldja. Szépen hozza vissza. A játékvezető ítélete alapján out volt a labda. Ugye tetszenek látni a háló két oldalán ezt a kiálló póznát, ezt antennának hívják, hogyha ezek között halad át a labda a levegőben, az számít szabályosnak, hogyha ezeken kívül vagy ezek fölött, az már szabálytalan. Most ezt az esetet láthattuk az előbb. 16-11, ez azt jelenti, hogy 5 pontos előnnyel vonulnak a csapatok a technikai időre, a második technikai időre. Ugye 8-4 volt az elején, az első technikai pihenőnél egyet rá tudtak erre tenni a szlovákok. Nagyon kell koncentrálni a hazai csapatnak ahhoz, hogy tartani tudja ezt a 3-4 pontos hátrányt, és esetleg ebből faragni tudjon. A szlovákok egy picit könnyedébben építik fel az előnyüket. A gödöllőieknek sokkal többet kell dolgozni a pontokért. És még mindig jobb százalékban támadnak a vendégek. Egyébként az összesített támadási hatékonyságuk két játszma alapján a szlovákoknak. Hát ezt nem összegzi a statisztikai program, de hogy nem összegzi, 33% a gödöllői és 38%, tehát csupán 5%-kal több a vendég csapat hatékonyságának százaléka, de ez jelentős. Csengeri reklamál.
hál' Istennek magyarul, és a két horvát játékvezető nem beszéli ezt a jelvet. Lehet, hogy egy magyar találkozón kapott volna ezért egy kis büntetést. Nem szeretném tolmácsolni önöknek, hogy mit mondott. 6 pont a különbség ismét. Krigelévi teszi át a hosszú oldalra. Ismét ezt a támadási variációt választjuk. Hát viszonylag leegyszerűsödött a játék ebben a labdamenetben, és egy milyen egyszerű blokkponttal szerez egy újabb egységet a gödöllői csapat. 12-17-re módosul ezzel az állás. Mindkét oldalon két szélső támadást láthattunk, melynek a végén egy gödöllői blokk zárta a labdamenetet. Ezúttal is sikerül hozzáérni. Gréti visszahozza, Halki Szilvi átteszi. Most kell figyelni. Megvan ez is. Gyerünk, Gréti, húzz elő valamit. Most kell ismét az a jó blokk. Ott van, bent van. Igen. A szlovák játékos Kucsiáková úgy érzékelte, hogy ez kint lesz, nem is ért hozzá lábbal. Talán ezt tudta volna még menteni. Két gödöllői blokk egymás után. Ki is kéri az idejét. A szlovák edző 4 pontra zárkózunk ismét. Na, ezt a lendületet kellene átmenteni a játszma végére, és akkor talán ismét láthatnánk egy szoros végjátékot, ahogyan azt láthattuk az első és a második szedben is. Reméljük, hogy ezúttal a gödöllői csapat oldalára billen a mérleg. Legyen 25-23, nem bánjuk azt mi, csak a gödöllőiek érjék el a 25 pontot. Halkö Szilvi a labdával hátul. Jónak tűnik a szervája. Szépen támadnak viszont a szlovákok. A szlovák csapatkapitány Golitková, ugye a pozsonyiak feladó átlója, viszonylag jó százalékkal támad, 46%-osan, tehát szinte minden második labdáját pontra váltotta az első két játszmában. Nagyon szépen dolgozik együtt, eddig abszolút csapata hasznára van. Ismét nálunk a labda, vissza lehet támadni, ezúttal is széles, és ezúttal beüti. Csengeri következhet. Széles Petra jó játékára nagyon nagy szükség van, ezt hozza is. Kellenek a pontok ott középen. Csengeri át fut, csúszik a labdája. A blokk ismét megvolt, ezúttal oldalra pattan a labda. 19-14, 5 pontos előnnyel érkezik a 20-hoz a szlovák csapat. Jó lenne most 2-3 pontot szerezni. Nem sikerül. Talán megérett az idő egy kis pihenőre. Ludwig Zsolt még nem így gondolja. Egyelőre vár. Mi is csak várni tudunk erre a szervára, amit Németh Zsuzsi szelidít meg. És Szakmári vált pontra. Jól tette Ludwig, hogy nem kért időt. 20-15. Nehéz helyzetben a Teva GRC. De remélhetően meg tudják oldani ezt a szituációt. Leforgott Szakmári érkezett az első sorba, Németh Zsuzsa. A szerva jó! 20-16. És érkezik két játékos is. Szlovák oldalon. 1-2-ös csere. A feladót és a feladó átlóját cserélte le Martin Hancsik. Így ismét 3 ütője van első sorban a pozsonyiaknál. Egy picit lassan érkezett oda a szlovák feladó.
Németh Zsuzsi megy föl kettős blokkal szemben, megoldja. Megoldja, nagyon szépen. És kikéri második idejét a szlovák edző. Ez egy jó jel. Most el lehetne kapni őket, én úgy gondolom. Eddig nem beszéltem még önöknek a szlovákok életkoráról. Egy viszonylag fiatal csapatról van szó. Körülbelül velünk egyidősek, egy picit fiatalabb az átlag életkoruk. És ahogyan azt már azért említettem, hogy sok 92-es, 93-as játékosuk van, akiket azért ismerek jobban, mert a rotterdami Európa-bajnokság döntőjében a 92-es válogatottal volt szerencsém a kispadon ülni, mint vezetőedző, és ott a szlovákok ellen játszottunk egyébként a négy közé jutásért, ahol három szedben 25-23-ra alul maradtunk, és ezek a játékosok mindannyian ott voltak, a gödöllői oldalról Luther Liza az, aki képviselte a magyar válogatottat akkor, és hát egyelőre két 25-23-as szetten vagyunk túl, azzal a különbséggel, hogy itt egy-egy az állás, reméljük, hogy a gödöllői csapat javára lesz 2-1, mert hogy 2-1 lesz, az biztos. Németh Zsuzsi, összeáll a kettős blokk, de megoldja, nagyon szépen dolgozik. Egyelőre nem jön be a kettős cseréje a szlovák kollégának. Reméljük, hogy nem is tudnak javítani. Viszont a gödöllőiek zárkózhatnak. Azért halkultam el, mert vártam, hogy Széles Petrának hogyan sikerül a szervája. Ő ugye egy picit nagyobb kockázatot vállal azzal, hogy egy felugrásos, pörgetett nyitást alkalmaz. Persze, ebben a könnyebb pontszerzés lehetősége is benne van. Németh Zsuzsi ezúttal nem tudja megoldani. Jönnek a szlovákok hátsó sorból, nem ér hozzá gödöllői játékos. 22-19, 3 pontra zárkózunk most már stabilan. Meg kellene csinálni a kettőt, nem szabad. Kritikus pont a 23. Talán megvan, nincs még meg. Ebből csak egy pörgetés lesz, azt hátul meg kell fognunk. Kriegel Évi teszi át a túloldalra, Németh Zsuzsit leblokkolják. Németh Zsuzsi másodszor antennát üt. Nagy hiba ez most. Ezt elkapkodtuk egy picit. És szerintem Ludwig Zsolt ki fogja kérni a második, vagy az első idejét, nem is vagyok benne biztos, hogy kért már időt a gödöllői csapat ebben a játszmában. Hát mindjárt kiderül. Egy biztos, félperces pihenőre vonulnak a csapatok. 23-19-nél 2 pontra a játszma megnyerésétől és a fordítástól a Slavia Bratislava. A második ideje, jelzi is a játékvezető, a második játékvezető Ludwig Zsoltnak. És a kettős cseléből az első visszajön, a csapat kapitány. Nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy egy picit magasabb legyen a blokk. Lecserélte az alacsonyabb feladóját a szlovák csapat. Na nézzük, Mitrengová. Jó a szervája, de még milyen jó. Lékó Lilla kezéről kicsorog a labda. Ezzel 6 mérkőzés, bocsánat, ne szaladjunk ennyire előre. 6 játszma labdához jut a pozsonyi gárda. A második szerváját megfogja Lilla. Csengeri
betakarják, de visszajön, tudjuk folytatni, az ejtése magas, vissza tudnak támadni, de nem túl hatékonyan, ismét Csengeri. Egy pörgetés szlovák oldalon, Hakl készít elő, német Zsuzsi, még mindig nem esett le a labda, most már viszont földet ér, 24-20. Ez azt jelenti, hogy nem szabad hibázni innentől kezdve a második játszmában, a harmadik játszmában, hiszen egy hiba azt jelentené, hogy a vendégek átveszik a vezetést 2-1-re szettekben. Német Zsuzsi. Ő nem hibázik. Nézzük, hogy a szlovákok hibáznak-e. Egyelőre nem. Hakl készít elő. Nagyon kiszorított helyzetbe hozta Grétit. Hátulról támadhat vissza német Zsuzsi, ezt is szelidítik a szlovákok. Ismét egy pörgetés, a blokkról jön vissza. Évi megtartja a labdát, most lehetne befejezni a labdamenetet. Nem, még nem. Krígel Évi hibájával véget ér az első. A harmadik játszma, azt akartam mondani, hogy az első játszma labdájukat pontra váltják, de nem, csak a másodikat sikerült. 25-20-ra, tehát a Slavia Bratislava nyeri a harmadik játszmát, ezzel 2-1-re vezet a szettekben. Reméljük, hogy jobb lesz a folytatás. Krígel Éva szervájával kezdődik a negyedik játszma, ami reméljük nem az utolsó, de az első pontot a szlovákok szerzik. Érdekes dolog ám a statisztika közben, itt azt böngézem, hogy mi lehetett a két csapat között a fő különbség, szigorúan a számokat nézve, és hát igazság szerint döntetlenre áll a találkozó. Ú, de magas ez az ejtés. Pontok alapján döntetlenre áll a mérkőzés. Hát röplabdában ez a fogalom ismeretlen, hogy döntetlen. Szakmári ütötte be ezt a labdát. A játékvezető nekünk ítéli a pontot, a szlovákok egy kicsit pörölnek, de ez minket hidegen hagy. Szóval 2%-kal támad összességében jobban a szlovák csapat, ami elhanyagolható Krígel. Jobb kézzel. Ami azért érdekes, mert ő balkezes. Tehát önmagában ez, hogy valaki jobb kézzel átteszi, megszokott dolog. És ismét a szlovák átló. Lékó nem tudta fogni. Szóval csupán 2%-kal támadnak hatékonyabban a szlovákok. Csupán 3%-kal, ami szintén elhanyagolható, fogadnak jobban. Viszont nekünk 3-mal több pontunk született szervából. Tehát 3-mal több ászt nyitottak a gödöllői lányok. Egy jó blokk. Egy finoman áttett labda. Szakmári. Megfogják. Jönnek német Zsuzsi. Szép pontok mezőnyben. Krígel teszi át ugyanoda a sarokba, ahova az előbb. Ezúttal két kézzel. Szakmári fejezheti be a labdamenetet. Sajnos be is fejezte. De számunkra kedvezőtlenül. Kettő a vendégeknek, és Koszova jellegzetes szervája a pályán kívülről, oldalról indul neki, két lépésből és egy lábról felugorva. Tulajdonképpen ász nyit,
4-2, figyelni kell a játszma elejére, figyelni kell, és egy aut, talán a gödöllői szurkolók 6-6-os közben járásának volt ez köszönhető, akik hangos dobszólóval próbálták megzavarni a szlovák lányt, sikerült nekik. Haku Szilvi. Át kell tenni. Vége Léva, ezúttal ballal. Ez a labda viszont bent van. 5-3. Picit leültek a csapatok. Érződik, hogy a játszma eleje van. Talán kevés a látványos labdamenet. Na nézzük a csapatkapitányt, aki nagyon stabilan játszik. Széles a másik csapatkapitány. Ő is stabilan játszik. Széles Petra 6 támadásából 4-et pontra váltott. Csengeri pedig kis ilyen ázt szervál. Lékóról pattan el ez a labda. Jól támadnak a szlovákok. Érezhetően jobban, mint a hazai csapat. Hát elügyetlenkedtük itt a hátsó sorba ezt a labdát. Csajok, egy picit figyeljünk, ne hagyjuk elmenni őket az elején. Kucsiáková ismét, aki messze a leggyengébben támad szlovák oldalon, az ő 14%-a húzza le a csapat átlagot, hiszen 30 és 50 és 70%-okkal támadnak, főleg a csapat kapitány, aki 10 támadásából 7-et pontra váltott az első három játszmában, mi Kucsiáková 1-essel, aki egyébként egy szélső ütő a szlovákoknál, 28 labdájából csupán 4-et váltott pontra. Igaz, csak 6-szor hibázott, a többit megfogtuk és ment tovább a labdamenet, de nem támad jól. A másik szélső ütőjük is 25 labdát kapott már, abból 8 pontot szerzett csapatának. Nálunk Németh Zsuzsi az, aki 30 labdából 10-et váltott pontra, és szinte kísértetiesen ugyanígy Szakmári Gréti, aki 31 lehetőségből csinált 10 pontot. A legjobban továbbra is Széles Petra támad, de hát sajnos egy picit kevesebb lehetőséget kap. Ez persze függ a bejátszástól, illetve a nyitásfogadástól is. Sikerül visszahozni. Csengeri ront el egy könnyű labdát. És Széles Petra az, aki elhagyja a játékteret. Ezt most nem értem, de biztos megvan ennek is az oka, hogy miért a csapat kapitányát hozta le Ludwig Zsolt. Megfogják hátul a szlovákok ezt is. A libero, aki nem üthet rá a labdára, hiszen nem vehet részt a támadásban. Out. Antennán kívül jött ez a labda. A vonalbíró nem jelezte. Időt fog kérni Ludwig Zsolt. 10-4. Elment a játszma eleje. Gyanítom, nem ezt kérte tanítványaitól Ludwig Zsolt. A remek első játszma után, az elcsípett játszma után egy szoros végjátékban veszítettük el a másodikat. És most egy picit könnyedébben jutott el 6 pontos előnyig a Slavia Ekonomika Bratislava együttese, akik ezzel megerősíthetik pozíciójukat a tabella élén, a második, harmadik helyen, és továbbra is harcban állnak az első helyért.
Egyébként ez a bajnokság egy úgynevezett Final Four-ral, egy négyes döntővel zárul, ahol az első négy helyen végző csapat kerül be, és ott tulajdonképpen egy tornán dől el az, hogy ki is nyeri az idei Közép-Európa Ligát. Merkoszki szélén sikerül áthámozni a magát a szlovák blokkon. 11-5. El kellene indulni, lányok. Nem tűrhalasztást a dolog most már. Egy kis pályamunkálat után Szakmári érkezik nyitáshoz. Pontatlan a nyitás fogadás, de vissza tudnak belőle támadni. Lékó ezt lekezeli. Németh Zsuzsi sikerül pontot szerezni ebből az akcióból. 11-6. De még mindig sokat kell dolgozni ahhoz, hogy látható közelségbe, érezhető közelségbe kerüljünk a pozsonyiakhoz képest. Szakmári kivár ismét. Ugyanaz a szerva, ugyanoda. A szlovákok ezúttal nem ugyanoda támadnak. Németh Zsuzsi. Szakmári gondosan ügyelt arra, hogy a vonal mögül ugorjon föl. Megvan ez a labdája. Csengeri kaphatja. Ő is jön, de csak kétkezes kosárral tudja áttenni. Ez a labda is egy picit tempótlan. Out! 11-7. Egy hektikus labdamenet után a szlovákok hevesen reklamálják, hogy hozzáért a gödöllői blokk. Jöhet ismét vendég oldalon a kettős csere. Négy pont a különbség. Négy pont. Nagyon benne van ebben a mérkőzésben a pontszerzés lehetősége. Ehhez meg kell nyernünk ezt a játszmát. Ugye a bajnoki pontokat a magyar pontvadászatban is egyébként, de a Közép-Európai Ligában úgy osztják, hogy a 3-0-ás és a 3-1-es győzelem 3 pontot ér a győztes csapatnak, míg a vesztes nem kap pontot. Abban az esetben, ha 3-2-re végződik egy találkozó, a győztes 2, míg a vesztes 1 pontot kap. Ezúttal mi reklamálunk, de sajnos nekünk sem volt igazunk. Szóval amennyiben egy csapat 2 szettet nyer egy mérkőzésen, már nem távozik pont nélkül. Krieger Évi hozza nehéz helyzetbe Németh Zsuzsit, aki megoldja. Hátulról támadnak vissza a szlovákok. Csak egy biztonsági labda. Lefülelték Krieger Évi akcióját. Csengeri pedig ismét beleüti a blokkba. Sajnos Csengeri Petra nem játszik jól ezen a mérkőzésen. Pedig nagy szükség lenne az ő hatékony támadásaira. De egyelőre 23% a mutatója 3 játszma után, és hát ez nem sokat javult egyelőre a negyedik szedben. Merkoszki, a nemrég beállt center érkezik a nyitózónába, kezében a labdával. Merkoszki 1-2-s érintést fújnak a fiatal koszovánál. Simona egyébként a keresztneve, a nagyon tehetséges szlovák centernek, aki, mint említettem, Tájföldöt is megjárta már az ifjúsági világbajnokságon. Autra pattan a labda ismét Koszova kezéről. 14-10. Kis technikai szünet ismét, pályát kell törölni. Ez talán most a szlovákoknak jöhet jól. Reméljük, hogy nem zavarja meg Tündit a szerválásban. De megzavarta.
Kár érte. Ismét 5 pont. 1 pontra a második technikai időtől a Bratislava. Kicsit hiányolom a tüzet most a hazai csapatból. Nem érzem azt, hogy ők meg akarják nyerni ezt a mérkőzést. Ezen a mozdulaton viszont ez látszott. Ez kellene, gyerünk tovább, csajok, hajrá! Gödöllő, próbálkozzunk! Ismét a szlovákok cserélnek. Ez így viszont, hát nem tudom. Nem volt bent mindkét játékos a cserezónában. Na jó, ne hasogassunk szőrszálat. Azzal nem jutunk előrébb, egy jó Krieger Szelvával viszont közelebb lehetne kerülni a vendégekhez. Alkarral teszik át a labdát, potya! Kettős blokk ellen kell támadni a német Zsuzsinak. Nem sikerül, hátulról hármas blokk, Gödöllői oldalon. Szépen dolgozik Lékó Lilla, és ez is megvan! Német Zsuzsi! Itt nem ütitek át ezt a labdát. Ez járt a fejében, nem is sikerült nekik. Kriege Lévi most már harmadszor. Ezúttal is jól nézzük a libero feladását. Tiszta az érintés. Csengeri Szakmárinak. Koszová jöhet vissza. Leszedjük őt is. Hakl Szilvi. 15-13. Újra meccsben a Gödöllő. Időt is kérnek a szlovágok. Na, csajok. Csak mondanom kellett, hogy nem érzem azt, hogy győzni szeretne a Gödöllői hatos, dehogy nem akarnak. Csak ezt most tartsuk, mosolyogjunk lányok, és higgyük el, hogy lehet itt keresni valónk, mert van. Ez bizonyította az első két játszma egyértelműen, és az erősebb pozsonyi csapatot meg lehetne szorongatni itt hazai pályán. Idegenben egyébként kikaptunk a Doprastav Bratislava csapatától, ahol 4-5-6, nem emlékszem pontosan, játszma labdája is volt a Gödöllőieknek, és nem tudták befejezni, de nagyon fogadkoztak, hogy majd hazai pályán elkapják őket, de most el lehetne kapni az erősebb pozsonyi gárdát. Német Zsuzsi kettős blokkról megpattan a labda, jól érezte ezt ott hátul a szlovák négyes ütő, de nem tudta megfogni. Kriege Lévi sorozatban. Reméljük, hogy legalább 10-15 részes ez a sorozat. Pörgetik, megvan, Évi. Német Zsuzsi ismét ráteszi a blokk tetejére. Jöhetnek vissza a szlovákok, átlóból. Megpattan a labda, ez picit becsapta Kriege Lévit védekezésben. De 5 pont helyett 2 pont a különbség a csapatok között a második technikai időnél. Na, ebből már azért lehet dolgozni. Az előző játszmában itt ugye 5 pont volt a két csapat között. Ez a kettő minden bizonnyal jobban feldobja a gödöllői lányokat. Na nézzük, egy utolsó nagy etap következik ebben a játék részben, hangsúlyozom, hiszen szeretnénk, hogyha a mérkőzés állás 2-2-re módosulna, letelt az 1 perc, és folytathatjuk a felzárkózást. Szalánicova Erika következik, aki már 18-at szervált, és ebből csak egyet rontott. Ezúttal sem hibázik Szakmári, átpörgeti. Igen, a szabálytalan. Emelés bizony. A szlovák feladó érintését bírálta el. Jól, a horvát játékvezető. Német Zsuzsi szerválhat. Hátra megy az alapvonaltól. 6 méter távolságba, jó a blokk, figyeljünk oda, nagyon most kellene még egy. Ezúttal nem sikerül leszednünk a szlovákok átlóját, a csapatkapitányt, akinek a nevét oly sokszor mondtam már, Gotlikova.
nem véletlenül. Remek formában van. Koszova szerváját fogja Léko. Csengeri kettős blokkal szemben. Szakmári próbálkozhat. És hátulról jönnek vissza a szlovákok. Évi, beragadtál. 18-15. Növelték előnyüket a szlovákok. Koszova ismét a labdával. Szakmári, Léko és Német. A gödöllői nyitásfogadó hármas. Ú, de szépen szelidítették meg Csengeri szerváját. Beszélek ki butaságokat, ütését. Na nézzük. Jön Gotlikova. Ezúttal lefüleljük. Alkarral vagyunk. Kénytelenek áttenni. Szerencsésen megpattant a labda. Out! Hát ebből a szögből másképp ítéltem meg én ezt a labdát. Lehet, hogy volt benne némi elfogultság. Ludwig Zsolt kikéri az idejét. 19-15. Ugyanúgy érkezünk a második a végjátékra, mint az előző szedben, de mégis egészen más lelki állapotban, hiszen úgy gondolom, hogy a gödöllőiek most sokkal stabilabbak, annak ellenére, hogy most a 2-ről 4-re növelte az előnyét a szlovák csapat. A technikai idő óta csupán egy pontot sikerült szereznünk, míg a szlovákoknak 3-at. Ebből lett a 2 pontosból 4 pontos különbség. Na most már próbáljuk megállítani Koszovát. És leforgatni a vendégek átlóját. Ajajajajajajajaj. Szépen teszik vissza. Milyen könnyedén. Érkezik Luther Liza. Kriegel Évi helyett. Úgyhogy most már egy magyar ifjúsági EB döntőt is megjárt játékos van a pályán. Gyere Lilla, gyere! Nincs meg! Jaj, de kár! Egy picit most kikapcsoltak a lányok. 2 percre, tényleg nem több. De ez pontosan elegendő volt ahhoz, hogy meg háromszorozzák most már az előnyüket a vendégek. 6 pont, és már csak 4 pontra vannak a mérkőzés megnyerésétől. 16-14-nél még milyen szorosnak tűnt Csengeri. Feladtuk. Nem jönnek össze a dolgok, nem áll össze a gödöllői csapat itt a végén. Ludwig Zsolt pedig lehetőséget ad a cserejátékosainak. Léko fogja a centerben, egy szerencsés akció végül is. Ez a labda elpattan onnan hátulról. 22-16. Hát. Itt már fog csikorgatva kellene küzdeni ahhoz, hogy legyen keresnivalónk. De reméljük megteszik ezt a gödöllői lányok. Centerből jönnek vissza. Merkoszki mellett könnyedén elütötték. Hiányoznak a blokkok. Pedig ebből is több van a gödöllőnek. 9 és 6 a szlovákoknak 3 játszma után. Mégis nem tűnik úgy, hogy sokkal többet blokkolna a gödöllői csapat. És egyszerűen lefagytunk a második technikai időnél. Ami azt jelenti, hogy 24-16, 9 mérkőzés labdája van a Slavia Ekonomika UK Bratislavának, a pozsonyi gárdának, a pozsonyi bajnok, a szlovák bajnoknak. És az elsőt pontra váltják,
és gyakorlatilag papírforma eledmény születik, 3-1-re győznek a vendégek. Mégis a mérkőzés elején úgy tűnt, hogy ebbe a papírformába egy picit megpróbál belerondítani, és bele is rondított az elején a gödöllői alakulat. De összességében 3-1 arányban legyőzi vendéglátóját a bratislavai együttes, ezzel stabilizálja helyét az élmezőnyben. Köszönjük szépen a figyelmüket, a Régió Plus televízión ismét egy röplabda mérkőzést láthattak. Reméljük, hogy kedvet kaptak, és a jövőben itt a helyszínen is figyelemmel kísérik a gödöllői röplabda klub mérkőzéseit. Még egyszer a végeredménnyel búcsúznék. 3-1 arányban vereséget szenvedett a gödöllői röplabda klub csapata a Slavia Bratislava együttesétől. Köszönöm szépen a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.